Sziasztok! Én a rajzverseny eredményeit fogom most kiirdetni. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett, és idén is nagyon csodás munkák érkeztek hozzám, úgyhogy most a beküldős rajzverseny eredményeit fogom elmondani, és köszönjük a Pantonnak a támogatást, aki a nyereményeket szolgáltatta, és örömmel láttuk, hogy már egyesek fel is használták ezeket a cuccokat az idei rajzokhoz. Holnap délben lesz a helyben rajzolós verseny, oda is várunk mindenkit szeretettel, és akkor most elmondom a helyzeteket. Az első kategória az novella illusztráció. Itt sajnos egy kicsit kevés munka érkezett, de ennek ellenére úgy gondoltam, hogy mégis hirdetünk helyezettet, mert volt rá érdemes mű. Tehát első helyezettet novella illusztrációban Virág Fruzsina. Akit nem látok, hogy itt van-e. Nincs itt. Akkor menjünk tovább. Manga vagy képregény oldal kategóriában első helyezettet Dr. Kiszella Krisztina. Ha jól látom, akkor ő sincs itt. Akkor térjünk át az originálra. Itt harmadik helyezett lett, aki biztos tudod, hogy itt van, Németh Barbara. És második helyezettünk lett, ismételtem Virág Fruzsina. Gratulálok neki, nagyon sikeres volt idén. És első helyezett originál kategóriában egy nagyon fiatal versenyző, név szerint pedig Káva Beatrix. Kategória következik, amiben harmadik helyezést ért el Gáva Beatrix. Második helyezést pedig Németh Barbara. Léci, gyere vissza! Digitális grafika kategória az utolsó. Itt harmadik helyezett lett Bodnár Balázs. Ja, nem mondtam elsőt, bocsi, akkor mondom az elsőt. Elnézést, fanart kategóriában első helyezettünk pedig Juhász Vanessa. Jó. Szóval, digitális grafika, harmadik helyezettünk Bodnár Balázs. Második helyezett lett Schwab Anna Havaska. Ő sincs itt. És első helyezettünk pedig nem más, mint Falusi Dorottya. Akkor az nyereményeket majd eljuttatjuk. A rajzokat holnap tudjátok átvenni a helyben rajzolós verseny ideje alatt, és az eddigi konokról összegyűlt rajzok is nálam lesznek, amiket nem vittetek el, lehet keresni, és gyertek minél többen holnap. Köszönjük szépen!